Már most látszik, hogy a repcetáblák egyre jobban zöldelnek, és ebből a növényből sokkal többet vetettek, mint tavaly. A méhészek jövőre jobb mészhordásban bíznak. Mivel hogy az ősz egy kicsit elhúzódott, ez nem igazán kedvezett a, a telelő állománynak, mert ugye volt, ahol megindultak a fiasítások, ami külön aztán gondot jelent most télire. Nem tudom, hogy milyen lesz a, a tél, de hogyha sikeresen kitavaszodik, és egy egészséges állományjal tudunk a következő évnek menni, illetve az első hordási időszaknak az alma, illetve a repce, hát akkor mindig bizakodunk, és sikerülni is fog. A méhészek szoros kapcsolatot ápolnak a már épülő magyar kanizsai mészfeldolgozóval. Reményeik szerint ez a kapcsolat gyümölcsöző lesz, mivel itt jobban odafigyelnek majd a méhészek igényeire pozitívan gondolkozunk, minden esetre a, fővásárlásnak a, stabilitását várjuk, nem is a jobb árakat, hanem hogy, hogy legyenek állandó vevőjeink, mert a hazai vevők egyszerűen, tehát ezek a vészvővásárlók, keresik a mézet, de ő nekik az az érdekük, hogy nyomottáron vegyék, és, és nem is törekszenek arra, hogy minőséget vegyenek, és azt tehát a minőséget kifizessék. 2017-ben a méhészek főleg külföldre, Svédországba szállították termékeiket, viszont annyi mézet nem tudtak előállítani a termelők, amennyit a felvásárlók igényeltek. Prioritást képes számukra a közvetlen piaci eladás, és csak a fennmaradó mennyiséget értékesítik külföldön.